Üdvözlöm Önöket! Talán felmerül Önökben is a kérdés, hogy mit keresek én most egy uszodában? Vagy egyáltalán a Schwenkhez, ami egy filmes magazin, hogyan kapcsolódik az uszoda, az úszás, vagy egyáltalán a vízpart? Ha megnézik a mai adást, akkor minden kiderül, hogy mik azok az izgalmas magyar filmek, amik az úszással kapcsolatosak. Tudják, ez a Schwenk, én pedig Zavaros Eszter vagyok. Most már mindannyiunk számára elérhető a mozikban a hosszú Katinka életéről szóló dokumentumfilm, a Katinka. Nem csak a filmvásznot drukkolhatunk neki, hanem itt a Duna Arénában, hiszen ő is részt fog venni a FINA 2022-es vízes világbajnokságán. A filmmel kapcsolatban pedig a producerrel beszélgettünk. Tulajdonképpen minden eleme nehéz volt, és minden elemével küzdöttünk. Ugye, ha a Covidot most kivesszük ebből, de azért a legnagyobb gombóc azért mégiscsak a Covid okozta problémák voltak, akkor azért a jogosítások, a jogdíjak intézése, a különböző brendeknek, a jogdíjainak és a jogainak a megszerzése, ez az utolsó pillanatig tartott. Tehát talán ez volt a második legnehezebb dolog. Aztán komoly problémát okozott a film gyártásának az elhúzódása is. Három gyártásvezetőt ettünk meg képletesen természetesen a forgatások során. Tehát minden pontján ez egy embert próbáló feladat volt. Főleg a hangmérnökök és az operatőrök számára volt kihívás, hogy egy vizes közegben dolgoztunk. Az operatőröknek kevésbé, nekik a párásodásra kellett megküzdeni, hogy mindig bementünk egy fűtött medence térbe, ahol nem tudom hány százalékos páratartalom, akkor bepárásodnak a lencsék, akkor meg kellett várni, volt egy kényelmetlenedés, oké. Okay. A hangmérnök ennél sokkal jobban szenvedett, hiszen ez a zaj, ez az uszoda háttér zaj, az mindig ott volt. Ez a kisebb probléma. A nagyobb probléma az, hogy versenyeken mindig szól a zene, dübörög, de tényleg, kivéve a futam alatt, de ahogy vége van a futamnak, rögtön elkezd dübörögni a zene, meg előtte is, és hát slágerek szólnak, aminek a jogosítása, stb. Szóval ezzel azért szenvedtünk rendesen, de azért, meg volt egy nagyon komoly hangutó munka nyilván emiatt, szerintem most a végeredményen nem érződik az az izzadságszag, amit ezek miatt, a körülmények miatt azért időnként érezni lehetett a forgatáson, terepen. Okozott nehézséget ugye a kameráknak, főleg a téli időszakban a kibehurcolása, ugye a fűtött medence és párás közegből kimenni a külsőbe, az azért komoly technikai problémákat okozott. Illetőleg én nekem az első pillanattól kezdve az fixa ideám volt, hogy én szeretnék csinálni beauty képeket Katinka úszásáról és az edzéséről, a száraz edzésről is. Egyébként a filmben ez ott is van. Ez egyrészt borzasztó drága volt, másrészt nagyon nagy apparátust igényelt, nagyon-nagyon hosszú előkészület volt ez is, amíg elintéztük az engedélyeket, amíg összeszerveztük azt a rengeteg eszközt, kameramozgatót, tehát ez is egy komoly nehézség volt a film forgatása során. Szerintem azért nagyon fontos film ez, mert egy olyan mondat áll a közepén, nevezetesen az, hogy munkával mindent elérhetsz, és ne sajnáld az energiát arra, hogy az álmaidat megvalósítsd. Ez egy olyan gondolat és olyan mondat, ami szerintem mindenki számára megszívlelendő, és mindenki láthatja belőle azt, hogy tényleg a lehetőségek azok végtelenek. És egészen megindító, ahogy látja az ember, hogy ez a bajai kislány mi energiát tett bele abba, hogy elérje a céljait. Tehát én szerintem ez egy revelatív hangulat és mondat, amit a film képvisel. Magyarország egyik legismertebb és talán legközkedveltebb színésze Kamarás Iván, akinek egyik kedvenc hobbija egyébként az úszás. De most nem az úszásról fogunk vele beszélgetni, hanem arról, hogy mik a magyar kedvenc filmjei. Az első filmforgatásom az akkori barátnőm a Színház és Filmművészeti Főiskolán szólt, hogy van egy casting egy külföldi filmre, és tudta, hogy ugye én angol suliba jártam, két nyelvűben, és mondta, hogy hát miért nem mész el? Hát mondom, te menjél csak el. És én pont megtanultam az angolul, egy Hamletből, egy Hecuba monológot, mert hogy annak idén a Gálfi Laci behozta nekünk a John Gielgud, meg a Richard Burton előadásában az eredeti angol Shakespeare monológot, és
Én meg elkezdtem utánozgatni, és az osztálytársaim biztatására megtanultam a teljes monológot, és végül is ez ugye a tarsolyomban volt, és ezt így letoltam neki, és mosolygott egyet a bajuszat, és mondta, hogy jó, akkor tessék itt ezt a szöveget, nézd meg, és akkor megkaptam egy szerepet. És ez a Nagy Károly Charlemagne nevezetű nemzetközi nagy koprodukciós film volt, olasz, francia, angol koprodukció, és Fóton forgott. És én voltam Kis Pipin, illetve az egyik fia. 3 napon volt a moziban, és akkor még másodikosak voltunk a főiskolán, azt hiszem. És hát nem kérhettem ki magam, mert ez biztos, hogy nem adtak volna ki, úgyhogy nem is próbálkoztam vele. Nagyon szorgalmasan teljesítettem az összes feladatomat a szakmai órákon, és előre dolgoztam, úgyhogy kivettem 3 nap betegszabadságot, amikor is titokban elmentem, és leforgattam az első 3 napomat. És aztán utána jött egy Marco Ferreri film a következő nyáron, a 100 éves a mozi, ez a Ezüst Nitrát című film, aztán jött a Bolsevita, ott oroszul beszéltem, a másikban olaszul, az egyik angolul, és aztán jött egy német, úgyhogy mire magyarul forgattam, az már úgy előtte mindenféle más nyelven kezdtem forgatni. Call my wife and tell her I can't pick the children up today. You have a boyfriend? No, I don't. Hát van több is. Nyilvánvalóan olyan filmélményem, ami meghatározó az életemen keresztül, egész életen keresztül, például az Óz, a Csodák csodája. Amikor azt én moziban láttam, akkor az olyan benyomást tett rám, és olyan hatással volt, hogy a keleti boszorka, vagy most a nyugati, nem tudom, de amelyik zöldre volt festve, az álmaimban kísértett vissza éveken keresztül, tehát hogy olyan szinten féltem tőle. És ez egy ilyen nagyon meghatározó volt, egészen addig, hogy az álmaimban föl jelent és terrorizált engem, amíg egyszer csak legyőztem álmomban, és soha többet nem tért vissza. Természetesen a magyar filmek ugye folyamatosan dőltek a televízióból annak idején, nem túl sok amerikai, vagy külföldi, vagy nyugati filmet láthattunk, de a nagy előnye az volt, hogy minden magyar színészt ismertem, és tudtam a nevét, és nem véletlenül akartam én is színész lenni. A belgrádi fiúktól elkezdve ott ment minden, az összes televíziós sorozat, és természetesen a Kemény Kalap és Krumpli Orr, és a Hippolit, és a Meseautó, és a magyar film aranykorából az összes örökzöld, az vasárnap délutánonként, nyáron a strand után, meg a szombatesti filmkoktélban, amit az ember így láthatott, azok így mind mai napig úgy megmaradtak. Ugye különböző dalok is, amiket a mai napig én is előadok, a Villa Negra, a Hattyú dalból, az Esős vasárnap délután, vagy a Butaságom története, ezek mind ilyen vasárnapi matiné mozik voltak. Azt gondolom, hogy ezek a dalok, az örökzöld dalok, amelyek a magyar film aranykorából ránk maradtak, ezek valahol ilyen jazz standardek, magyar jazz standardekké váltak, és a mi kötelességünk ezeket így, amit örökül kaptunk, vagy örökbe kaptunk, ezeket muszáj, hogy életbe tartsuk egy picit, és terjesszük, ismerjék ezeket a fiatalabb generációk is, akik kevésbé ismerik talán ezeket a filmalkotásokat, azért legalább ilyen-olyan módon leporolva, különböző formában találkozzanak vele. Talán önök is emlékeznek arra az aranykorszakra, amikor a Kemény Dénes által vezetett vízilabda válogatott halmozta az aranyérmeket. Én magam is üvöltve szurkoltam nekik a televízió képernyője előtt, de szerintem ezt egy egész ország tette. Erről a fantasztikus csapatról készült most a Nemzet Aranyai címmel egy dokumentumfilm, ahol megismerhetjük az ő barátságukat, küzdelmeiket, összetartásukat és az közös örömüket, hogy micsoda sikereket értek el akkoriban. Ez a film alapvetően arról fog szólni, és az a lényege, hogy azt megmutassuk, hogy ez a csapat hogyan élte meg ezt a 12 évet, 97-től 2008-ig. Csapatszellem, egymás iránti szeretet, lojalitás, alázat, a munka becsülete és tisztelete.
nagyjából ennyi. Mi vagyunk magasan, torony magasan a legeredményesebb nemzet a világon vízilabdában, és mivel 97-től 2008-ig három olimpiai ciklusban az én generációm játszott a magyar válogatottban, és három olimpiai érmet, aranyérmet nyertünk a többi, több mint 20 érem mellett. Ugye 12 évig minden versenyen érmet nyertünk, egy VB 5. hely kivételével, és erről a korszakról készül egy mozifilm, és ezért vagyunk itt, mert ennek a külsős jeleneteit forgatjuk. A pontos definíció az az, hogy pólós film, hiszen a vízilabda csapatról készül. Egyébként igen, dokumentumfilm, de nem annak apostrofáljuk, mert nem úgy fogjuk fel. Tehát nem azzal a megszokott dokumentumfilm feelinggel szembesül a néző, amit megszokhatott talán korábban. Nagyon sok móga, nagyon sok mozgalmas dolog, rengeteg derűs pillanat. Ugye a fiúk büszkén visszaemlékeznek egy olyan múltra, egy olyan karrierre, ami párját ritkítja. Összességében meg fogják ismerni a mi idézőben titkunkat, hogy miért volt ez a csapat ennyire egyben és ennyire szuper, és ezért ez nagyon sokat számított az eredményességben. A fiúk nagyon sajátjuknak érzik ezt az egészet, tehát hihetetlen lelkesek, érdeklődőek, nem kell könyörögni, nem kell kétszer szólni, valaki kettőre van diszponálva, itt van 3-4-1-kor, és sorolhatnám a példákat. Én nem emlékszem mindenre egyáltalán, viszont az a jó, hogy vagyunk 20-an, és ugye mindig valaki, plusz ugye a Dénes, mindig valaki emlékszik azon a meccsen arra a sztorira, ezen a VB-n, azon az elődöntőn arra, azon a döntőn arra, úgyhogy összeáll a kép a végére, ez a szép benne. Ugye ennek a filmnek a sajátossága az egyik egyebek mellett, hogy ez egy felidéző film. Ugye nem tudtunk mindig mindenütt ott lenni, akkor, amikor az események történtek, bár én 2000-től 2003-ig forgattam velük, tehát van saját forgatott anyagom, ami exkluzív, de a legnagyobb nehézség talán az, hogy visszaemlékezni, visszaidézni, őket helyzetbe hozni, helyzetbe hozva, kiszedni belőlük, bocsánat a kifejezésért, mindazt, amire szerintem a néző is kíváncsi, és nem csak én. Leülünk a kispadra, bemegyünk a konditerembe, és visszaemlékezünk csapathirdetésre, mérkőzés hangulatokra, és olyan belső dolgokra, amikről nem beszéltünk lehet soha kamerák előtt. Csapatként biztos, hogy nem, hiszen egyéni interjúk sok született rólunk, de így csapatszinten 6-an, 8-an, 10-en, 12-en, 14-en erről beszélgetni interaktív módon, ez biztos, hogy nem fordult elő. Nehéz egyébként, mert ugye hétköznapokban nem nagyon gondolok már a múltra, a sikerekre. Úgyhogy a fiúk segítenek ebbe, az nagy segítség, hogy együtt vagyunk, és ilyenkor előbb-utóbb azért előjönnek régi sztorik, mert egyébként a hétköznapokban nem nagyon foglalkozom már ezzel, nem próbálok inkább a jelenbe lenni, vagy a jövőbe inkább, de inkább a jelenbe. Úgyhogy nagy segítség, hogy a fiúk itt vannak, és ilyenkor tudunk együtt marhulni, előjönnek a vicces történetek, és azért így könnyű. Nagyon sok generáció fölnőtt a magyar vízilabdában, nem csak mi nyertünk olimpiai aranyokat, VB-ket, LB-ket, nem tudom náluk, hogy volt. Nálunk az biztos, hogy úgy volt, hogy szerettük egymást, mint játékos barát, a vízben is, és kint is. Szerintem ez volt a titok. Az a cél, hogy időről időre, ha nem is percenként, de viszonylag sűrűn meglepjük a nézőt valamivel, valami szokatlant, valami újat hozzunk, legyen egy olyan kollektív nézői élmény, amit nekem és még sok ezer embernek ebben az uszodában meg szerte a világon sikerült megélni velük győztes meccsek, győztes tornák után. Tehát ha az a goosebump, az a libabőr megvan, amit átéltünk a meccsek kapcsán, akkor nyertünk. Ha már ilyen gyönyörű uszodában vagyunk, akkor maradjunk továbbra is a vízparton. Fekete István 1957-ben írta meg Tüskevár című regényét, amiből először tévéfilm 1966-ban készült. 2012-ben Balogh György jóvoltából megszületett a Tüskevár című nagyjátékfilm, ami megtekinthető a Filmion, és ennek 10 éves ünneplése és jubileuma kapcsán beszélgettünk a rendezővel. A Tüskevár felkerült a Filmióra. Nagyon örülök ennek, mert úgy érzem, hogy ez a film most ugye a helyére kerül azzal, hogy ott lesz a magyar filmek, videótárában, és azt hiszem a legjobb helyre kerül ezzel, és ahogy mondjam, egy érdekes sorsa volt ennek a filmnek, lassan készült, de biztosan a hosszú évek alatt, és még a mai napig is
sikerült egy olyan produkciót összehoznunk, ami fenntartja az érdeklődést. Én ugye persze a legnagyobb videó megosztóról tudom azt, hogy folyamatosan nézik, és szeretik az emberek. Hát ugye volt most ez a nagy lezárás, ez a két év pandémia, nekünk jót tett, mármint a film nézettségének, szerették a filmet. Úgyhogy a film üzenete az örök, nem változott semmit, a természet szeretete a legfontosabb benne, úgyhogy reméljük még évekig dolgozni fog a Tüskevár. Utaztunk Szegedre, egy baráti társaság, és ott merült fel, hogy mi lenne az a történet, amit tovább kéne adni a gyerekeknek, a saját gyerekeinknek. És akkor fogalmazódott meg, hogy de jó lenne megcsinálni újra a Tüskevárat. Akkor még nem tudtam, hogy azért én ezért hideget-meleget is kapni fogok, hogy egy szentehénhez nyúlok, és hogy képzelem én azt, hogy a fekete-fehér klasszikust elkészítjük egy színes és filmváltozatban, de utólag igazolódott az, hogy bizony a gyerekeknek kellett az, hogy egy színes verziót kapjanak a filmről. Úgyhogy ez volt az alapszituáció. Így indult el az egész egy utazás és egy beszélgetés alatt, hogy mi lenne, ha lenne Tüskevár. Gyerekkori élményként megvolt a sorozat, és amikor a filmet készítettük, már felnőtt fejjel, bevallom, direkt nem néztem meg, hogy ne hasson rám úgy, hogy utólag aztán láttam olyan jelenetet, hogy ők hogyan oldották meg, azt mondtam, nem lett volna rossz, hogyha ezt én is látom előtte, és elgondolkodok akár egy hasonló megközelítésen, de alapvetően nem szerettem volna, egy teljesen saját megközelítésbe készítettük el a filmet. Hát ha ma készíteném el a Tüskevárat, akkor valószínűleg olyan technikai lehetőségeket használnék ki, ami 2006-ban, 2005-ben még nem volt. Úgyhogy a természeti részei még színesebbek, még izgalmasabbak lennének. Többet használnék légifelvételt, mert akkor még csak nem léghajóval, hanem hőlégballonnal tudtunk fölmenni a kis Balaton fölé. Ma már a drónnal hihetetlen látványokat lehetne bemutatni, illetve víz alá is lemennénk. Nekünk akkor ez a kettő nem adatott meg, úgyhogy valami hasonló megközelítésben lenne a másképp feldolgozása a Tüskevárnak. Nekem az volt a tapasztalatom a közönséggel, a gyerekekkel kapcsolatban, hogy ősi húrokon pengett a Tüskevár. Olyan dolgokat hozott ki belőlük, olyan ősi ösztönöket, ilyen vadász-halász túlélő ösztönöket, amik állandóak bennük. Úgyhogy lehet, hogy ma a mai gyerek már nagyon kütyüfüggő, meg videó, meg kép, meg tévé, de amikor ezt nézik, akkor ezt mind elfelejtik. Sose felejtem el azt, amikor a két főszereplő először jött le gyakorolni a vízhez, és pesti srácokként jöttek, és amikor először megmozdult az úszó, meg kapásuk volt horgászat közben, akkor kicserélődtek, akkor rájöttek arra, hogy ez mitől más. Úgyhogy én úgy érzem, hogy a gyerekekben van annyi ős és eredeti, hogy amikor ezt a filmet nézik, akkor szórakoztatja őket a természet. Úgyhogy nem érzem azt, hogy elavult volna a mondani való, vagy akár a film. Sőt, amennyit benn vannak négy fal között ma a gyerekek, kifejezetten kiszabadulás nekik, hogyha ez a film ráveszi őket arra, hogy menni akarnak kifelé. Én azt szeretném, hogy a filmjón is nagyon sokan nézzék, ezt kívánom mindenkinek, mert egy szép filmélmény a mai napig is. Próbáltunk klasszikus eszközökkel klasszikus történetet elmesélni, nem érzem azt, hogy elavult volna a történet. Ez volt a Schwenk, de ne legyenek szomorúak, hanem ha tehetik, akár jöjjenek el ide a Duna Arénában. Tudják, idén a FINA 2022-es világversenyét itt fogják megrendezni. Ha más nem, akkor pedig a képernyőn keresztül nézzenek meg sporttal kapcsolatos magyar filmeket, és nézzenek minket a jövő héten is, mert akkor is lesz Schwenk. Addig pedig a YouTube-on adásainkat visszanézhetik, ha van kedvük. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!